az egyetemtől nem messze található blokk Café Room volt. A hajdani házmester lakásból kialakított kávézóban maga a tulajdonos Sefcsik Tamás kalauzolt minket körbe. Háromféle saját pörkölésű kávéból készítik az espresszó alapú italokat, mert Bion néven Pécsett más kávézókban is megtalálhattok. A filter kávékat a Casino Mokka kávéból, illetve változó külföldi válogatásokból készítik. Második állomásunk a Next Step Café volt, ahol Farkas László tulajdonos kalauzolt minket körbe. Az általa városszéli eklektikus stílusúnak nevezett kávézóban szintén kétféle kávéból kérhetjük italainkat. A sötétebb pörkölés a Bion blendje, míg a specialty vonalon a Bion a kávékkal már vagy épp a Pacific Café kávéi közül választhatunk. Reggelizni hova máshova térhettünk volna be, mint a Király utcában található a reggelibe. Az olaszosabb pörkölésű kávén kívül a Bagira kávét kóstolhatjuk még presszólapú italoknál, illetve a Casino Mokka kávéból készül a Filter V60-on. Meg kell említeni a gazdag reggeli étel és ital kínálatot is, amiért szintén érdemes betérni a reggelibe. Az irgalmasok útján egy kapuajon keresztül érhetjük el a pécsi kávét. A klasszikusabb ízvilág kedvelői a Bion kávét kóstolhatják, míg a gyümölcsösebb vonal rajongói a Lakika kávéból kérhetik italjaikat. A személyes kedvencem a kávé limonádé volt ezen a helyen. Pécsett járva a Lírbe nem csak annak érdemes betérni, aki egy jó kávét szeretne inni, hanem annak is, aki megéhezett és valami nagyon finom ételre vágyik. A 100% vegán helyen a Bean Light kávét kóstolhatjuk, amit kérhetünk akár a saját növényi tejkeverékükkel is. Találunk még náluk más finomságokat is, mint például ez a céklás alapú latte, ami nekem nagy kedvencem lett. Fogadj meg egy jó tanácsot, ha náluk jársz, akkor ne csak igyál, hanem egyél is. A 100%-os vegán konyhájuk nekem személyes kedvencem lett Pécsett. Ha kiélveztük a belváros nyújtotta lehetőséget, akkor irány a Tettye, és hát a Tettye felé járva mindenképpen meg kell álljunk a Tettye kaféban. A kávézónak nem csak a környezete lenyűgöző, de a választékukban is bőven találunk izgalmas tételeket. Az olaszos ízvilág kedvelői itt is a pécsi Bion kávét kóstolhatják, míg azok, akik valami különlegességre vágynak, a Mira csapat kávéjából kérhetik italukat, amit csak náluk lehet Pécsett felvelni. A kávés koktélok és a különleges üdítőitalok mellett figyelemre méltó tea választékkal is büszkélkedhet a hely. Visszatérve a belvárosba, jónak láttuk egy kis szünetet tartani, nem másod, mint a Jókai tér 7 szám alatt. A márciusban nyílt helyen Szolga László és felesége fogadott minket, és a Bagira kávéjából készítettek nekünk finomságokat. Az I Love Pécs kaféban zártuk. A Pécs főterén található hely vezetését Béntek Tamásra bízták. Tamás kétszeres magyar bajnok Caffeine Good Spirit kategóriában, ami a hely választékán is meglátszik. A klasszikus espresszó alapú italok mellett igazán különleges kávés és kávémentes koktélokat is lehet kérni. Az italokhoz a kávét az Umami, illetve a Casino Mokka pörköli. Ha szeretnéd jobban megismerni Pécs kávézóit, figyeld csatornánkat, mert a következő napokban egyenként is bemutatjuk őket.